A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, augusztus 30-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban folytatjuk a királyi napok eseményeinek rögzítéséről készült felvételénk bemutatását. Kiállítások, tudományos ülés, könyv és bélyeg bemutató kerül ma a fókuszba. Halasi csipkéből nyílt kiállítás a Szent István Művelődési Házban. A tárlat mellett az érdeklődők megtekinthették az egyetlen halasi csipkével díszített divat kollekciót is. Cserpakovics András polgármester köszöntőjével nyílt meg a Szent István Művelődési Házban a Halasi Csipke, a Csipke Királynője című kiállítás, amely a halasi csipkevarrás élő hagyományát hivatott bemutatni. A halasi csipke 2010 óta a magyar szellemi kulturális örökség része, 2014 óta pedig hungarikum. A 60 féle különböző öltésminta alkalmazása teszi minden egyes darabját egyedivé. Különlegességét és utánozhatatlanságát elismerve 1935-ben védjegyezték. A Magyar Szellemi Kulturális Örökség jegyzékére maga a halasi csipke és a csipkevarás hagyományának a megőrzése került föl. Tehát ebben az évben ünnepeljük 2022-ben a halasi csipke 120 éves évfordulóját. Tehát ez is mutatja, hogy nem csak az egy csoda, hogy kialakult 1902-ben a századfordulón a halasi csipke, hanem az igazi nagy csoda az, hogy 120 év alatt meg is maradt ez a hímzés, ez a különleges hímzés, amely a magyar motívumokra épül, amelyet a szecesszió lágy vonalvezetésével ötvözött az első tervezője, Dékáni Árpád, és ami fontos, hogy egyedülálló a kivitelezése, maga a csipkevarás is. A halasi csipkének a különlegessége, hogy 60 féle különböző öltésekkel készül, míg a nagy európai csipkék, mint a velencei vagy a brüsszeli, 15-20 öltéssel dolgoznak, a halasi csipke 60 különböző öltésmintával dolgozik. Tehát ez egy, ami a különlegessége. És napjainkig megmaradt ez a hímzésforma, ez a magyar motívumokra épülő és a világon egyedülálló technikával készülő halasi csipke. Amit napjainkban jelent, talán az állandó, változó világban jelent egy szépséget, egy különlegességet, egy harmóniát sugároz az embereknek. Manapság is, napjainkban is próbáljuk ugyanazt a vonalat képviselni, amelyet a kialakulásakor, vagyis a divatban is próbáljuk szerepeltetni a halasi csipkét. Itt a kiállításra is elhoztuk önöknek a legújabb kollekciónkat, a halasi csipkével díszített ruhák kollekcióját, amely azt mutatja, hogy napjainkban is viselhetőek ezek a csipkék. Mint egy ékszer úgy viselkednek a ruhán, elég belőle egy kevés, egy kis darab, és különlegessé egyedivé teszi a napjainkban is viselhető ruhákat. Rivnyák Tünde és csapata ruháiban az aprólékos kézimunka minőségét és időtlenségét jeleníti meg, amivel saját örökségünket helyezi előtérbe. A közel 120 éves, a világon egyedülálló, kézzel varrott halasi csipkék teszik a ruhákat állandó és egy életre szóló értékké. Alapvetően tényleg, amikor a halasi csipkével tervezek, vagy készítünk ruhát a vendégeknek. Tényleg mindig egy külön csodavilágba csöppen az ember, hiszen ez a különleges technika, ez az aprólékos mikrovilág, amiből ez a csipke kirajzolódik és életre kell. Ez tényleg olyan, annyira nagyon egyedi és annyira nagyon különleges, hogy tényleg az embert úgy magával ragadja, és a vendégeket is egyébként. A kiállítás megerősítette a magyar kézműves hagyományok értékállóságát, hogy a halasi csipkét miért is tartják szerte a világon értékálló egyedi csodának.
Időszakos tárlat nyílt a magyar szentekről a koronázó téren, a kiállítást a királyi napok végéig tekinthették meg az érdeklődők. Örvendj magyar, von jó anya, fiad dicséretét való. A székesfehérvári királyi napok rendezvény sorozat keretében Zsikó Zsuzsanna, Cserta Balázs és Varró János istenes dalaival kísérve szabadtéri kiállítást nyírt a koronázó téren. A Magyar Szentek Boldogok és Tiszteletre Méltó Személyek című tárlaton Spány Antal megyés püspök mondott köszöntőt. Olyan időket élünk, amikor hála Istennek van mire emlékeznünk, olyan szép, szent kerek évfordulók vannak, amelyek a történelmünkben aranylapok emlékét őrzik. Ezek között, az emlékek között ott vannak, mint valami fénylő csillagok a szentek is. Azok a szentek, akik végigkísérik ezer éves magyar történelmünket, és amelyek ehhez a szent helyhez kötődnek, ehhez a városhoz, a Szent Király városához, ehhez a templom romhoz, amelyet ő épített, és amelyben a magyar királyokat koronázták, temették, ahol dicsőséges, örömteli, és bizony szomorú napokat egyaránt megértek. Ezek a szentek nem csak a múltat idézik, hanem arra is hívnak bennünket, hogy próbáljunk meg az ő szellemiségükben élni, vagyis próbáljunk meg eljutni egy olyan emberi teljességre, amelyben a közösséget is szolgáljuk, amellyel felelősek vagyunk egymásért, amellyel próbáljuk egymás életét is teljesebbé tenni, amelyben tudunk egy szeretett világot, egy szeretett országot építeni. Erre tanítanak ezek a szentek, és erre hívnak bennünket. És én úgy gondolom, hogy Székesfehérvár polgárai ezt a hívószót meg fogják hallani, sokan megnézik ezeket a képeket, és talán valamit a szívükbe is zárnak ezek tanításából. Az Arszakra Alapítvány tárlata országjáró körútján mutatja be a Magyar Államalapítás hajnalától Szent István királyunktól a múlt évszázadig Kaszap Istvánig azokat a magyar honfitársainkat, akik hazánkban az évszázadok során megerősítették a hitet önmaguk és hazájuk iránt. A tavaly megrendezett nemzetközi eukarisztikus kongresszusra csináltuk ezt a kiállítást tulajdonképpen. Kállai Nagy Krisztának a könyve alapján jött az ötlet, hogy ezeket a szerethető szenteket, ezeket kivigyük az emberek közé nagyba, és egy kvízjátékot is kapcsoltunk ehhez, és az üzenete egyértelműen az, hogy Szent István királytól Kaszab Istvánig itt vannak a szentek közöttünk. Tehát a szentek azok nem akkor régen ott voltak, hanem hogy élő szentek, hogy él a magyarság, élnek a szentek közöttünk ma is, és mi is lehetünk szentek, ahogy Smolyi András fogalmazott, hogy ne féljetek szentek lenni. Tulajdonképpen mindnyájunknak lehetősége van arra, hogy szentek legyünk. Valóban az életünket át kell adni a Krisztusnak, és ki kell ereszteni a kezünkből azt, hogy mindent mi akarunk megoldani, mert akkor fog menni. Kállai Nagy Kriszta grafikus kiadványokba készített illusztrációiból nyíló a kiállításon Smohai András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója kiemelte, fontos, hogy a királyi napok keretében a nagy boldogasszony romjainak árnyékában otthon tudtak adni a tárlatnak. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az Arszakra Alapítvány Székesfehérvárt választotta, hogy ez a vándorkiállítás először elhagyja Budapestet és bemutatkozzon Budapesthez képest vidéken, és ráadásul itt a Nemzeti Emlékhelyen, ahol az első magyar szentiavatás megtörtént, ugye Szent Istvánt és Szent Imrét Szent László közbenjárására itt avatták szenté, és most erre a helyre, a Nemzeti Emlékhely mellé a gyakorlatilag a 11.-től a 21. századig tartó időszak, tehát 1000 év szentjeinek az ábrázolásaiból egy kiállítás nyílhatott. A kiállítás tavaly a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszusra készült, és akkor még tavaly 18 tablóból állt ez a kiállítás, de idén mi kérésünkre, hogy Székesfehérvárra érkező a kiállítás legyen egy aktuális figurával kiegészítve, ez pedig Kaszap István alakja, és így 19 tabló érkezett már Székesfehérvárra, tehát Szent Istvántól egészen Kaszap Istvánig tart ez az ív, amit itt ezek a mögöttem látható szentek leírnak. A kiállítás a királyi napok ideje alatt várja a látogatókat a koronázó téren.
A püspöki palota dísztermében az augusztus 20-ai ünnepkörről rendeztek beszélgetést. A találkozón az ünnep eredete és változásai kerültek szóba a különböző történelmi korokban. Ünnep és kultusz címmel az Aranybulla 800 éves évfordulóján a Rubikon Intézet Székesfehérváron a püspöki palotában Szent István király ünnepének történelmi hátteréről rendezett vitaestet, amelyen Porogi András, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa és Mózesi Gergely főlevéltáros, a székesfehérvári püspöki és székeskáptalani levéltár igazgatója, Csurgai Horváth József, a Városi Levéltár és Kutatóközpont igazgatója moderálásával osztotta meg nézeteit a hallgatósággal. Augusztus 20-a alapító Szent István királyunknak az ünnepe, ami egyszerre egyházi, vallási ünnep, nemzeti ünnep, és 1938, illetve 1991 óta hivatalos állami ünnep is. Tulajdonképpen a legrégibb nemzeti ünnepünk, több mint 900 esztendős, és a 900 év folyamán mindig volt valami fajta aktualitása, üzenete Szent Istvánnak, az ő tevékenységének a mindenkori magyarokhoz, így nyilván most is van. A találkozón a fő hangsúly az ünnep eredete és története volt, a hozzá kapcsolódó szokásokat megismerve. Végigköveghettük a magyar történelem alakulását, sorsfordulóit, így természetesen szóba kerültek Szent István megítélésének változásai, illetve a II. Világháborút követő szocialista időszak történései is. 1947-ben volt utoljára a kommunizmus előtt még országos szent jobb körmenet. Akkor azon olyan 250 ezer ember vett részt. Teljesen érthető, hogy a következő esztendőben, amikor már a prímás ellen hajtóvadászatot tartott a média, a párt már a fordulat évét vezényelte le, akkor nem akart ilyen jellegű dolgot csinálni. Úgyhogy 1948-ban az országos szentjobb körmenet az betiltásra került, lokális kisebb körmenetek még lehettek. Itt Fehérváron úgy tudunk, hogy még 1949-ben is megrendezték, és egyébként 1948 őszén a fehérvári koponyárekje még kimozdult a városban, és Bodajkon a prímás jelenlétében ott volt egy Mária napi ünnepségem. Ezután olyan évtizedek jöttek, amikor az állam át akarta írni ezt a dolgot. Hivatalosan a párt nagyon sokáig nem mondott semmit Istvánról, ezért akinek valamiért beszélni kellett róla, hogy védje magát, mondott szépet is, megmondott rosszat is róla. Leginkább azt szokták negatívumként felhozni ebben az időszakban Szent Istvánnal kapcsolatban, hogy de erőskező volt, víreskező, keményen hajtott végre egy fordulatot. Az a nagyon érdekes történet, hogy 1969-re jutott el odáig a kommunista államhatalom, rájött arra, hogy lassan itt lesz István születésének az 1000. évfordulója. Ezt 970 és 974 közé tették akkoriban. És el kell dönteni, hogy mikor beszéljenek erről, mert ekkor már nem lehetett hallgatni. És az a döntés született, hogy 1970-re időzítik az állam István megemlékezéseit, hogy ezzel megelőzzék az egyházat, hogy ezzel megelőzzék a emigrációt, és hogy sikerüljön összevonni ezt egy 25 éves népköztársaság ünneplésével, meg egy kicsit a magyar kultúra ünneplésével, Bartók Béla 25. haláléfordulója adott ehhez is egy alapot. A párt agitációs és propaganda bizottsága elkészített egy forgatókönyvet, mi mindent lehet egy szónoknak ilyenkor betárazni a mondandójába, és ebben István véreskezűsége, úgymond véreskezűsége már más módon jelent meg, már nem negatívumként, hanem valami olyan alakként, aki egy elkerülhetetlen történeti fordulatot megérez és végrehajt tudatosan. Ezzel mintegy az 56 utáni megtorlásnak az előképét kezdték el láttatni benne. És nagyon-nagyon érdekes, hogy azok a történészek, akik ekkoriban arról kezdtek volna beszélni, hogy tulajdonképpen István keménysége az a kor más uralkodóihoz képest nem is annyira kemény, ezeknek a történészeknek az ilyen jellegű írásai ekkor, tehát inkább azt a fiúkban maradtak. Ez nagyon-nagyon érdekes történet.
A találkozó résztvevői megerősítést kaphattak, hogy II. András kora óta az idők során a változó körülmények között módosuló külsőségekkel és hangsúlyokkal, de augusztus 20-a mindmáig a magyarság egyik legfontosabb ünnepe. Könyv és bélyeg bemutatóval folytatódott a Királyi Napok programsorozata. A Hímerházban megrendezett tudományos ülésen Balogh Elemér előadását hallgathatták meg az érdeklődők az Aranybulla jogtörténeti vonatkozásairól. A Hímerházban rendezett ünnepségen Cserpakovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy Székesfehérvár az ország történelmi fővárosaként és a kortörténeti dokumentum egykori kiadásának helyszíneként Aranybulla emlékévet hirdetett 2022-re. A városvezető megerősítette, ennek a történelmi örökségnek a szellemiségében büszkén és tisztelettel őrzik hazánk történelmi hagyományait, és építik ma is a város közösségét. Nagyon fontos és nagyon jó dolog az, hogy az elmúlt két év után most szinte teljes egészében azt a Királyi Napok rendezvénysorozatot tudtuk megszervezni, tegnap este megnyitni, amit megszoktunk ebben a városban. És ennek nagyon szép hagyománya, hogy a megnyitó, ami mindig ugye egy péntek este van, másnapján reggel, az osszárium megnyitásával egy kicsit lelki értelemben is megnyitjuk a történelmet, és az emlékezés lehetőségét biztosítjuk. Ráadásul ezt most úgy tehetjük meg, hogy egy különleges kutatás között vannak a csontleletek, viszont elmondhatjuk, hogy ezek nagy részét már vissza is hozták Székesfehérvárra. Még vittek el is el pár lehetett, annak érdekében, hogy még azokat is meg lehessen vizsgálni. Úgy tudjuk, hogy nagyon komoly eredményeket értek el a tudósok, bízom benne, hogy a következő hónapokban ezt majd valamikor hivatalosan be is tudják jelenteni. És aztán pedig az osszárium megnyitását követően a Kásler miniszter úr mondott egy szép ünnepi gondolatsort, utána átjöttünk ide a Hímerházba, ahol egy hármas eseményre kerül sor, hiszen Lukács tanár úr, Laci bácsi, ahogy mi itt Székesfehérváron őt ismerjük, kevezzük Szent István népi hagyományaiban élő kultuszáról fog egy kötet bemutatót tartani. Nagy öröm, hogy ez a kötet megjelenhetett, egy nagyon színvonalas, igazi tudományos munka. Utána a Magyar Posta gyakorlatilag az Aranybulla év tiszteletére kibocsátott ünnepi bélyegét fogjuk bemutatni. Ugye a fotót Simon Erika készítette, és ez aztán a postán keresztül egy gyönyörű bélyegben jelenik meg. És azt hiszem, hogy érdemes lesz ezt most kézbe venni, és nagy öröm, hogy ezt itt lehet bélyegezni Székesfehérváron, és azt követően pedig Balogh professzor úr egy alkotmánytörténeti, jogtörténeti előadásban mutatja be az Aranybulla jelentőséget. Nem elfelejtve, hogy az Aranybullában az is meg van írva, hogy Szent István ünnepét itt Székesfehérváron illik és kell ünnepelni. Szent István király a néphagyományban címmel új kötettel jelentkezett Lukács László néprajzkutató. Az 1083-ban szentjavatott királynak ezer esztendőn át igen erős volt az egyházi hagyományból, a rá vonatkozó legendákból szétsugárzó tisztelete. Neve tettei a külső és a belső ellenséggel, a pogánysággal folytatott harcai nem csupán középkori legendáinkban, krónikáinkban, történeti énekeinkben, hanem mondáinkban is szerepelnek. Hát hála Istennek sikerült 33 évi kutatás eredményeként ezt a könyvet megírni, és ez Fehérvár számára különösen fontos, hiszen azt mondhatjuk, hogy innen indul a 18. században a török után újra éledő Szent István tisztelet, akkor még ugye Buda vagy Pest még német lakosságú, ott ugye a Szent István kultusz még nincs, itt Fehérváron van. Először is a közel 1000 éves Szent Péter és Pál templomot helyreállítják, és egy év múlva a püspöki templom is lesz, ez a mai bazilika. Az 1000 éves patrocíniumot megváltoztatják Szent Istvánra. Ez egy óriási dolog, mert gondoljanak bele, hogy az anyaszent egyház főapostolai voltak Péter és Pál, és azt tették le Árpádházi Szent királyét. A püspökség megalakítása után megkapja Fehérvár a fejerekjét, elindulnak a fejerekje tisztelete körül a körmenetek, a litániák. Még mindez Budapesten is, hiszen még Budapest sincs, csak a részben német lakosságú Pest és Buda. A pestiek elkezdenek építeni egy nagy reprezentatív templomot, még Szent Lipó tiszteletére, aki Alsó és Felső Ausztria hercege volt, Habsburg, és szentté avatták, nagyon tisztelik, ma is Ausztriában, és a pesti németek is nagyon tisztelték. És ez a templom, ez hála, mondom így, hogy hála Istennek,
sok évtized alatt készült el. Ugye azt mondhatjuk, hogy még egy alkalommal építés közben beszakadt a kupolája is, és aztán a végén Ibli Miklós és még egy másik, harmadik építőmester fejezte be. És ez alatt a sok évtized alatt, 1896-ra annyira megmagyarosodott, persze, hogy letették a Lipótot, és felvették a Szent István. Így Fehérvár mellett, még ugye Budapesten van Szent István Bazilika, de ott 150 évvel később lett, mint Fehérváron, és a Szent Jobbal a körmenetek is később indultak. Először Budán, aztán 1945-től Pesten, és eléggé nagyon göröngyös úton is halt, ugye 49 után betiltottak, és csak 1989-ben engedélyezték újra, miközben itt Fehérváron azért, ha visszafogottan is, de ment a Szent István tisztelete körmenettel és litániával együtt. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha 2025-ben a Szent István évben itt Fehérvár azt kéri, hogy legyen az országos Szent István ünnepségek egyik központja, ahogy 1938-ban is volt, Budapesttel, Esztergommal együtt, akkor az jogos, hiszen a Szent István kultusznak a eredő helyénél vagyunk itt Fehérváron. Lukács László kötetét az alkotón túl Mózesi Gergely, a székesfehérvári püspöki és székeskáptalani levéltár igazgatója méltatta. Hiánypótló is kifejezetten időszerű. Más néprajzos kollégák, Barna Gábor, Perger Gyula, újabban arról ír, hogy az ünnepek fesztivalizálódnak. Hogy a mai kor embere nem nagyon tud ünnepelni, inkább fesztiválokat tart, nem mélyed el, hanem valahol a felszínt kapargatja, és az itt és most jól érzem magam kultúrájában igyekszik jelen lenni. Egy ilyen időben, amikor nagyon nagy a kísértése a fesztiváloknak körülöttünk, az, hogy az ünnepek tiszta hagyományát, azt, hogy régen hogy éltek a nép lélekben, felmutassuk, összegyűjtsük a lehetőség szerint a teljesség igényével, ez egy borzasztóan fontos és nagyon is időszerű feladat. És professzor úr több mint 30 éves kutatásait összegezte ebben a kötetben, amely nagyon-nagyon alaposan igyekszik mindezt megtenni, és egy borzasztó erőteljes képanyaggal, ami nagyon-nagyon segíti a kutató elmélyedni vágyó, olvasó embernek a keresgélését. A Magyar Posta bélyek kibocsátással köszöntötte az Aranybulla kihirdetésének 800. évfordulóját. A sorszámozott alkalmi bélyek blokk Simon Erika fotóriporter képeiből Batic Barnabás grafikus művész tervei szerint a pénzjegynyomdában készült. Az újdonság 2022. június 24-én került forgalomba. Az Aranybulla emlékév alkalmából kibocsátott bélyeget Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta elnöke mutatta be. A Magyar Posta számára nagyon fontos az értékteremtés. Miután a bélyegeknek a jelentősége azért csökken, azt tudjuk az elektronikus kommunikáció terjedésével, de az alkalmi bélyeget még a gyűjtők mindig nagyon komolyan veszik. Ugye a Magyar Posta már 50 éve egyébként, lehet, hogy kevesen tudják, 1972-ben is bocsátott ki az Aranybullára egy alkalmi bélyeget, most pedig a 800. évfordulóra természetes volt, hogy én úgy gondolom, hogy az egyik legszebb bélyeget bocsátottuk ki az eddigi pályafutásunk során. A rendezvényen előadást tartott Balog Elemér professzor, aki az Aranybulláról, mint történelmünk és alkotmányos önazonosságunk meghatározó erekiéről szólva kiemelte, ha nemzetünk múltjára és benne a magyar jogrendszer tartóoszlopává váló oklevélre tekintünk, feltárulhat előttünk a perspektíva, amely szerint vannak olyan dolgok, amelyek nem változnak. Mi magyar jogtörténészek különlegesen szerencsések vagyunk Európa népei között ebből a szempontból is, mert bár a magyar középkor írásbeli emlékekben nem hagyott túl sok nyomot maga után, összehasonlítva a tőlünk szerencsésebb történelmi nyugati nemzetekkel, de a legkiemelkedőbb dokumentumok sorában, s az Aranybullánk az pont ilyen, teljesen azt mondhatjuk, hogy Európa korabeli fősodor vonalában helyezkedtünk el, időben, tartalmában, összefüggéseiben ez a királyi dokumentum méltán jelentette a korabeli Európában Magyarországnak azt a státuszát, helyzetét, amit ténylegesen katonailag, politikailag, egyházilag be is töltött, és utólag 800 év távlatából pedig azt mondhatjuk, hogy sok száz évre előre biztosította az országnak azt a jogi stabilitást, azt a politikai konstrukciót, amely a középkor világában a kiváltságokra, a privilégiumokra épült, és amely mögött szerencsés helyzetű országokban erős királyi hatalom állott.
nem mindegyik ország mondhatta el ezt magáról a középkorban, de a Magyar Királyság ilyen ország volt. A Hímerházban megrendezett találkozó megerősítést nyújtott minden résztvevőnek a magyar államiság Szent István uralkodásával, az aranybullával, máig ható utat mutat. Királyi aranyag címmel nyílt kiállítás a rendházban, a tárlaton az őskortól napjaikig láthatnak nemesfém tárgyakat a látogatók. Aranyból készült pénzérmék, ékszerek és egyéb tárgyak tekinthetőek meg a Királyi Aranyag Fehérváron kincsek a Szent István Király Múzeum gyűjteményéből című kiállításon, amely hétfőn nyílt meg a rendház épületében. A tárlaton az őskortól egészen a 20. század első feléig tartó időszakból láthatnak szépen megmunkált darabokat az érdeklődők. Jó jelzi, hogy miért fontos az, hogy minél több közösség, minél több intézmény csatlakozzon ez a másfél hetes történelmi fesztiválsorozathoz, aminek pont az adja nagyon nagy értéket, hogy rengeteg látnivaló van. Köztük olyan különleges dolgok, amiket egyébként nem, vagy így együtt nem lehet látni. Önmagában az Árpádház kiállítás a Szent István Király Múzeum megújult főépületében ilyen, de ez most kiegészült a múzeumunknak és szakembereinknek köszönhetően egy plusz teremmel, ami megjelenésében is gyönyörű, és hát értéke tekintve is különleges, hiszen a múzeum valójában az arany érméit, arany pénzérméit, arany tárgyaiból sok mindent megmutat, a trezorból kikerül, és most augusztus végéig itt a múzeumban megnézhető, megtekinthető, és azt hiszem, hogy mindenkinek gyönyörű élményt fog adni. Fantasztikus volt most csak rátekinteni is ezekre a tárgyakra. Egyrészt gyönyörűek, hihetetlenül értékesek, de talán az is kuriózumuk, hogy nagyon-nagyon régi tárgyaktól viszonylag új tárgyakig egyaránt együtt vannak és együtt nézhetők meg. Úgyhogy királyi napokra továbbra is hívunk mindenkit szeretettel ide a Szent István Király Múzeum főépületébe is, ahol egy csodálatos kiállítás, most kiegészült egy csodálatos helyi gyűjteményből kialakított szobával. Azt is érdemes megnézni. A kiállításon, amely fölött a Hunyadi Mátyás Halotti Pajzsa című tárlatra készült első mátyáskori csillagboltozat installáció magasodik, több mint 250 darab aranytárgy látható, legnagyobb számban pénzérmék, de függők, fülbevalók, gyűrűk és egyéb alkotások is szerepelnek. Többször hangozhattuk már, hogy szeretnénk, ha a központi épületünk egy közösségi térként funkcionáljon, tehát ugye az a feladata ennek a fogadócsarnok résznek is, ugye megnyitottuk a díszudvarunkat, és hát korábban már viccesen említettem, hogy itt egyszerre több, akár 3-4 időszaki kiállítást is tudunk szervezni, hiszen az épület tulajdonságai ezt megengedik. Na most erre rácáfoltak a kollégák, mert a nagy kiállítás alatt már csak itt a fogadó részbe 3 kiállítást összeraktak, és akkor úgy gondoltuk, hogy ez a díszterem melletti teremről beszélünk, amit a múzeum shopon keresztül még meg lehet közelíteni, ezt majd ingyenesen látogathatja egyébként minden kedves látogató, tehát akik nem váltanak jegyet a királyok és szentek kiállításra, azok is, és ezek bizony a múzeum trezorjában eddig őrzött legféltettebb aranykincseink kerültek ki ezekbe a tálókba, körülbelül 250 darab érme, fibula, egyéb gyűrűk, ékszerek, és hatalmas korszakot ölelnek át, hiszen a több ezer éves őskortól egészen a 20. századig. A honfoglaláskorból a 8-tól 11-ig. A megnyitót követően Belegrai Tamás a kiállítás kurátora tartott tárlatvezetést. A Királyi Aranyag Fehérváron kiállítás augusztus 31-éig ingyenesen látogatható a Szent István Király Múzeum rendház épületében a Főutca 6 szám alatt. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.